mocskos van? Szemét! Mi te van? Te gennyes, tetves, beteges, perverz, rohadt ocsmány disznó! Mi a baj? Miről beszélsz? Mi a baj? Mi a baj? Mit gondolsz, mi a baj? Szóval félreléptél az egyik páciensemmel, mi? Ki? Ne csinálj úgy, mintha nem tudnád, miről beszélek. Nagyon jól tudod, ne. Meg nem ukkany! John! Épp most beszéltem vele, minden kipakolt! Ki? Ki csoda? Ki? This is Polak. Elmagyarázhatok valamit? Elmagyarázhatok valamit? Nem! Nem magyarázhatsz el semmit, te kibaszott seggfel! Lehiggadnál? De csak nem mondd nekem, hogy higgadjak le! Mi bajod van? Hogy mi? Mi kérdezed, hogy mi a baj? Azt a nőt én kezeltem, és elment. Erre te megtalálkozol vele, és megkúrod! Azt is mondhatnám, hogy az én dugásom Emmy Polakkal egyszerűen egy burkolt ürügy volt, hogy közelebb legyek hozzá. Erre azt mondanám, hogy elmebeteg vagy. Ez volt az első nejeddel is. De azt bizonygattad, hogy szereted, és úgyhogy nem tudsz nélküle élni. Már és mondta. Ez alatt orvaszájban dugtad egyik nőt a másik után. Az első neje, már mondtam, hogy egy éjjel feküdtünk az ágyban, és elfordultam tőle, mert ahogy a fény ráesett, hirtelen úgy nézett ki, mint Sammy Davis Jr. Erre mit mondjak? Nem mintha nem lett volna csinos, de úgy nézett ki, mint Sammy Davis. Utána már föl se állt rá. A szeppelést? Jó, ez baromság, jó, de... értesz engem? Ez egy baromság! Nem baromság veled, ez egy egész más történet. Te fordultál el tőlem, ez történt mióta Hilli megszületett, te voltál az. Úgy értünk, mint két testvér. Az egész csak plátói volt. Ne nekem az áldozatot! Miről beszélsz? Hát én legalább annyira áldozat vagyok, mint te. Hát most te tényleg azt hiszed, hogy ha leszop engem egy gyönyörű nagycsöcsű 25 éves, akkor az nekem akkora nagy öröm? Hánynom kell tőled, ezt nem hiszem el! Esküszöm, ilyen nincs! Te túl lihegem! Nem lihegem túl! Tudattad volna velem, hogy az elmúlt 4 hónap alatt minden hétvégén szállodába mentetek! Mi? Dehogy, ez őrület! De persze, hogy nem! Mert ugyanis kibéreltem egy lakást! Ezért megöllek! Jó napot! Elnézést a késésért! Mr. Farber! Vesse le a kabátját, jöjjön! Éjjel egy szemernyit sem aludtam, le sem hunytam a szemem. Munkahelyet kéne váltanom, de nem bírom rávenni magam. Talán mert a sógorom olyan kedves velem. De érzelmileg teljesen kiszipolyoz, ha neki dolgozom. Megbocsátanom, Mr. Farber. Tessék? Te kibaszott fasz! Nem hiszem el, hogy képes voltál ezt tenni velem! Te elbaszott faszfej! Megkúrtad a betegemet! Harry, nem kúrhatod meg más betegét! Baszolj meg! Folytassa, Mr. Farber! Igen. Miről? Arról, hogy mi hol tartottunk, hogy... Elvesztett a fonalat, ott tartott, hogy munkahelyet vált. Ja, igen. Szóval... Még az asszonnyal is megbeszéltem. Habár látszólag a pártomat fogja, jobban örülne, ha maradnék. Bálványoz a Gordont, hiszen úgyis állandóan vele tölti minden idejét. Megbocsájtanám még egy pillanatra, a... Mr. Farber. Megint? Folytassa, csak hallom kintről is, hangosan mondja. Azt akarom, hogy elmenj. Pakold össze az istenverte kacatjaidat, és azonnal takarodj el innen! Ezt nem tudom megérteni, hogy a nők műveltebbik fele miért nem tud különbséget tenni a jelentéktelen, szenvedélyes szexuális viszony és a gondtalan, tartós, békés, megszokott házasság között. Harry, árulj el nekem valamit, csak ő volt, vagy volt más is? Nem, Amy volt az egyetlen, az Isten rogyassza rám az eget, ha hazudott. De ateista vagy, Harry! Magunk vagyunk az univerzumban, talán ez is az én bűnöm. Hagyd abba! De figyelj, te fordultál el tőlem először. Jaj, ne mondd! Jó, én gyereket szültem, mint a többi nő. Van egy időszak, amikor a hormonjaim teljesen felborulnak. Há, igen, van. De lenyugszanak. De jó van, jó. Hát ha te mondod, hogy lenyugszanak, aláírom. Én nem szoktam... Még hogy aláírod? Jaj, Harry, te kibaszottul hülye vagy! Csinapodj már! Jézusom! Harry, ha nem boldog a házasságod, még nem kell megcsalni. És pont a betegemmel. Ugyan már, a páciensemhez szent bizalom fűz. Hát mit vártál? Kivel találkozom? Én itt vagyok a dolgozószobámban. Van egy gyerekünk. Te folyton gyógykezel, sose érintkezünk. Szóval most azért hibáztatsz, mert nem járok el veled elégszer, hogy fölszedtes valami idegent, hogy megvan! Nézd.
Én csupán azt fejtettem ki, hogy a választásom miért korlátozódott szükségszerűen egyik betegedre. Istenem! Tudtam, mielőtt hozzád mentem, hogy agyament vagy, de azt hittem, mivel edzett vagyok, valahogy segíthetek rajtad. Hé, ugyan már, nem szabad hibáztatnod magad, csak mert szakember vagy. Elég! És most fogd a szarjaid! Tedd össze a tetves ruháidat, és takarodj innen a búspicsába! Te vagy a legbeszámíthatatlanabb ember, akit életemben eddig megismertem! Kifelé! Folytassuk, Mr. Farmer! Doktornő... Úgy értettem, hogy még ma gennyes tetüláda! Apa!